Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Jó napot kívánok, köszöntöm a Csak semmi majré hallgatóit. Ez a műsor is felvételről készül, és úgy került adásba természetesen, de remélem, hogy a hangminőség ebben együtt tökéletes lesz. Rendkívül érdekes történelmi időszakról lesz most szó. Elsősorban Magyarországról persze, 1945-46 szűkebben véve az az év, amit a munka, az a történelmi kutatás taglal, amiről beszélni fogunk, de azért ebben utalások vannak az előzményekre is, és hát a későbbi következményekre. Ha nagyon durván össze akarom foglalni, akkor a Tisza-esztári érvált, tehát 1882-től 1948-ig elnyúlóan dolgozza fel a különböző történelmi események sorából a vérvádakat. Pelle János történész, akinek könyve hamarosan megjelenik, és az a címe, hogy Vérvád, hisztéria, népítélet, alcímében pedig árulja a következőt, zsidó kérdés Magyarországon 1945-46. A szerző Pelle János itt van a vonalban. Szervusz János, köszöntelek. Szervusz, szervusz. És a könyvhöz az előszót Köves Lomó rabbi írta, ő is állandó vendégünk itt van a műsorban. Szervusz, Lomó. Szervusztok! János, a könyvedben szereplő különböző események, azok valaha Magyarországon már feldolgozásra kerültek, vagy voltak olyanok, amiket te is újként fedeztél fel, mert nem nagyon írtak erről a korszakról ilyen optikával korábban? Nem. Ezek a dolgok ismeretlenek voltak. Ismeretlenek voltak, és a Tisza-esztári üggyel ugyanakkor rengeteget foglalkoztak. Rengeteget foglalkoztak, de ezzel le is zárták a dolgot. Tehát Ötvös Károly írt egy kiváló könyvet, és nagyon fontos megemlíteni Kövér Györgynek a Tisza-esztári dráma című kötetét, ami nemrég jelent meg 2011-ben, és az módszertanilag nagyon fontos volt nekem, és nagyon sokat tanultam belőle, sokat használtam fel belőle, hogy mi okozza ezeket a kitöréseket, mert ezeket inkább így nevezném, hogy a vérvádas antiszemitizmus kitörései. Tehát ahogy az előítéletek felszínre törnek, és agresszióba fordulnak. Igen, de már a könyvednek a bevezető fejezetében arról olvashatunk, ez nagyon érdekes volt, hogy nem mindig egy rugóra járnak ezek a vérvádas történetek. Tájanként különböző okok vezetnek egy-egy ilyen vérvád ügy kipattanásához, sőt, a politikai helyzettől is rendkívül függ, hogy éppen mikor, miért és hogyan. És találkozunk olyannal is, amikor nem hagyták magukat a zsidók. Én például soha nem hallottam, hogy ellenpert indítottak. Ezt is találtál ilyen eseményeket. Hogyan lehetne összefoglalni, tipizálni esetleg, hogy ezek a vérvád perek és a vérvád ügyek mikor, hol, miért robbantak ki? Lényegében véve arról van szó, és ezt a Kövér György nagyszerűen illusztrálja már Tisza-esztár példáján is, hogy ahogy a válságok akkumulálódtak, a különböző szintű válságok egymásra rétegződtek, és egy feloldhatatlan, kilátástalan helyzetet okoztak. És ebben a helyzetben tört ki elsősorban a nem zsidó többségből ez a fajta bűnbaképző mechanizmus, ami abban fogalmazható meg, hogy a zsidókat tették mindenért felelőssé. És mindezt pedig egy vérváddal indokolták. De hozzá kell tennem, hogy a vérvád az inkább egy a tudatalattiban rejtőzködő előítélet halmaz, amelyik csak a legválságosabb pillanatokban tört a felszínre. És ilyen válságos pillanat volt a holokauszt is, természetesen. Tehát akkor te egyenes összefüggést látsz mondjuk Magyarországon a 1882-es Tisza-esztári per, a holokauszt, és esetleg a háború után közvetlenül felfelbukkanó zsidó ellenességben? Egyértelműleg, de nem csak Magyarországon volt így, hanem Lengyelországban is. A bevezetőben, ebben az első fejezetben, amelynek az a cím, hogy a holokauszt vírusa. Ebben részletesen utalok arra, hogy Lengyelországban is hasonló dolgok zajlottak le, és Szlovákiában is, sőt Erdélyben is, Romániában. Tehát ez nem egy magyar sajátosság, hanem egy kelet-közép-európai sajátosság volt, és valóban nagy mértékben meghatározta a nem zsidó többségnek a magatartását a zsidókkal szemben.
A többségének a magatartását? Így van. Azt akarod, azt mondod, hogy a nem kevesebbet állítasz, mint azt, hogy a közvetlen holokauszt után a nem zsidó többség hozzáállása olyan volt, hogy az gyakorlatilag egy termőtalaja volt egy vérvádnak? Egy zsidók elleni vérvádnak? Hát igen, de különösen a holokauszt alatt volt ez így. Hát gondoljunk csak bele, és ezt az első fejezetben részletesen írom is, hogy a német megszállás után a teljes gőzre kapcsolt a vérvádas uszítás, a Harc című folyóirat, vagy inkább hetilap, amit ugye a Bosnyák Zoltán szerkesztett, minden számában vérvádas cikket közölt, a rádióban propagálták. Szerintem tisztázzuk a hallgatók számára, hogy te mit értesz vérvádas cikk alatt. Tehát a vérvádas cikket, tehát olyan jellegű cikkeket közölt, amiben arról volt szó, hogy a zsidók rituális gyilkosságot követnek el a pészachi igen, igen, pászka igen, természetesen. Érdekében. Természetesen a rituális gyilkosság vádját emlegették, és hát leginkább a tiszaeszlári ügy kapcsán. Tehát az a tény, hogy 1882-ben, 82-83-ban volt ez az ügy, és nagy visszhangot keltett, ezt a legnagyobb mértékig felelevenítették 1944-ben. Tehát 1944-ben gyakorlatilag a szélső jobboldal ezt az ideológiát, vagy ezt az uszítást, ezt teljes gőzzel folytatta. Jól emlékszem, hogy a Bosnyák volt a nem tudom, zsidó kutatóintézet. Pontosan. Ez az Albino. Ez a zsidó kérdés kutatóintézet. Igen, a zsidó kérdés kutatóintézet. Ugye ő volt ez az Albino figura, aki... De, hát aki könyveket égetett, igen, a Bosnyák. Nem, az a kolozsvári Borcsa volt, ne haragudjatok. Igen? Az aha, a Kolozsvári... Ember tét ebben? Aha. Az is antiszemita volt a kolozsvári Borcsa, de ez a Bosnyák Zoltán volt. De János, ennek a tehát most egyszer sok mindenről beszélünk, ami nem baj, csak én szeretném, hogyha igen. Nekem azért az egy, amikor azt mondod, hogy te egy egyenes párhuzamot látsz a középkori jellegű rituális vérvádak, a holokauszt és a holokauszt utáni tulajdonképpen baloldali antiszemitizmus indítatású vérvád között, akkor persze hát van egy közös szál az antiszemitizmus, de azért tényleg azt gondolod, hogy ez ugyanaz a vérvád? Tehát mondjuk a 46-48-as vérvádban mondjuk a rituális szál azért egy kicsit gyengébb, mint mondjuk a középkori vérvádakban. És azt, amit mondasz, azt is kérlek, magyarázd el nekünk, hogy azt mondod, hogy itt ezek mindig a válságoknak a egymásra rakodásából fakad. Tényleg azt lehet mondani, hogy az összes középkori keresztény, vagy rituális, szakrális jellegű rituális vérvád, az valamilyen válságból következett? Nem egyszerűen a vallási hát, fanatizmusból, meg antijudaizmusból? Ezek a legmesszebb menőkig összefüggtek, de én nem akarok visszamenni a 15. század végéig Nagyszombatra, vagy 16. század elejéig, akár Magyarországon is voltak ilyen vérvádas ügyek. Meg a még régebbiekre, Angliára, meg az összes többire, már a középkorra. Nem. Maradjunk a Tiszaeszlárnál. Tiszaeszlárt elevenítette fel, és a tiszaeszlári ügyet elevenítették fel folyamatosan 1944-ben. Nem véletlenül ekkor jelentek egyébként ötödik kiadásban a Bari Józsefnek az emlékiratai a perről. És magában, hogyha nem tudom, hogy volt-e kezedben a Harc című elég szertelmes újság. Ebben minden, igen, olvastad-e, vagy megnézted-e? Minden hogyne. Számában hoztak a Tiszaeszláról anyagot. Minden számában. Hát itt hagyj idézzem azt, amit az első fejezetben is csak a hallgatók számára. Egy ártatlan lány fekszik kötözve, körötte láti sátáni arcokat, s vérszopó fajzat gonosz csoportja, az ártatlan lánynak vérét ontja. Borzongat rá a puszta gondolat, és az ártatlan lánynak szűzi vérét pokoli kéjörömmel ízleli. Ez egy egész versbe van foglalva. Jó, hát de 1944. május 27-e. Igen. Hát ez csak... van, ez eredetileg 82-ben jelent meg. Igen. A 82-ben írt verset lehozza Bosnyák Zoltán 44. május 27-én. Jó, egy pillanat, mert hogy elkezdtünk nagyon ugrálni, hadd tisztázunk valami. Ha jól emlékszem, és jól olvastam
a dokumentumokat, akár ötvös könyvére is visszaemlékezhető. Iszajszlári per után, amikor 1883-ban a Nyíregyházi Bíróság felmenti a vádlott zsidókat. Országos felháborodást támad. És dacára annak, hogy a sajtó még nagyon primitív állapotban van, hihetetlen gyorsasággal jutnak el levelek különböző szerkesztőségekbe, és jelennek meg gyalászkodó cikkek, a közvéleményt felkorbácsolják, és egy tipikusan vidéki, primitív vérvádból egy országos ügy lesz, aminek még Londonig visszhangja támad. Szerintem ez egy fordulópont, hogy nem azok a társadalmi csoportok kezdik most már ezt a vérvád dolgot emlegetni és komolyan venni, mint korábban az egyszerű emberek, hanem a városi polgárság is, nem? Vagy rosszul látom, János? Nem. Ez a magyarországi politikai antiszemitizmus születésének pillanata. Egyébként a Kubinszki Judit írt elő egy nagyon kiváló könyvet is, ami még a 70-es években jelent meg. Itt arról van szó, hogy ezek a népi hiedelmek átalakulnak a tömegdemokráciában politikai erővé. Magyarországon ez az egész dolog, ez végig megy, mert még egyszer mondom, most rugaszkodjunk el egy kicsit Tiszaeszlártól. 1937-ben Hajdunálláson egy hétig tartó vérvád hisztéria folyik, amelynek során egyébként én interjút készítettem azzal a hölgy, kislánnyal, aki akkor már egy idős hölgy volt, akinek a meggyilkolásával gyanúsították a helyi zsidókat, de ő azután egy hét után előkerült egy szomszédos tanyáról, ahol libákat őrzött. Akkor volt 12 éves, ha jól emlékszem, akkor a könyvedre. 12 éves. Libákat őrzött, mint elevés. És csináltál interjút, tényleg? Persze. Interjút csináltam vele. Én mondom, hát én nekem 30 évi munkám van ebben az egészben. És hát ne felejtjük el, hogy ha 1937-ben egy hétig tartó hisztéria van Hajdonánáson, akkor rá egy évre már jönnek a zsidó törvények. Hát ezek összefüggnek, ezek a dolgok. Jó, bocsánat, hogy körbevetem, te magad is azt írod, hogy ugye az antiszemitizmus vadhajtásai és legdurvább megnyilatkozásai egészen más természetűek, más gyökerűek a városi polgárosodott közegben, mint a falusias paraszti világban. Előbbiekben, vagy utóbbiakban van helye sokáig ezeknek a vérvádas, rémséges történeteknek, míg a városi polgárság körében az antiszemitizmus alapja a kapitalizmus ellenesség, illetve a kapitalizmus teremtette társadalmi különbségek elleni tiltakozás. Itt alakul ki az a kép. És a konkurencia harc. De a kettő hogy függ össze? Ez úgy függ össze, hogy lényegében véve van egy ilyen népi hiedelem, egy ilyen népi hiedelem, egy népi előítélet tömeg. És ugyanakkor van a középosztály, a városi középosztály pedig politikai tőkét tud kovácsolni ebből az egészből, és nem csak, hogy politikai tőkét kovácsol, mert ezt teszi, hiszen ezek az antiszemita politikusok, ezek végig nagyon népszerűek, és a 39-es választások során gyakorlatilag óriási mennyiségű szavazatot kapnak antiszemita programban. De amellett még személyesen is van egy nagyon komoly konkurenciaharc, mert a zsidó értelmiség és a zsidó üzletemberek konkurenciát jelentenek a keresztény értelmiségnek, a keresztény üzletembereknek. Igen. Gondolok itt például az egyik legaljasabb történetre, ahogy az Orsós Ferenc irányítása alatt lévő Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete gyakorlatilag munkaszolgálatra küldi azokat az orvosokat, akik útjukban állnak a saját jövedelem szerzésüknek, mert hát ugye konkurenciát jelentenek. Tehát ez egy több irányú dolog az egész, de ebben a vérvádas antiszemitizmusnak egészen 1944-ig, sőt még utána is nagyon komoly szerepe van, és erről szól a könyv. Igen. Egészen meg lehet húzni, vagy nem lehet meghúzni a határvonalat. Ezek szerint a II. Világháború befejezését követően az előzmények és azután a bekövetkezett ügyek között, mert ott is kontinuitás van, hol egészen más társadalmi körülmények között működik tovább. Ez nagyon meglepő számomra. Szóval azonos gyökere lenne a háború után berendezkedő kommunista pártban keletkező antiszemitizmusnak és a háború előtti, nem beszélve a soráról, ez valahogy nekem kicsit durva.
Nem, de nagyon rosszul látod ezt, mert hogy van, ez a kontinuitás fennáll. Arról van ugyanis szó, hogy ez a 44-es lélekmérgezés, ez hatott. Ez hatott nagyon erősen, hát ez egy ilyen intenzív lélekmérgezés, amit már előzőleg is, de 44-ben csúcsra járatva nyomadtak, ha szabad ezt mondanom, ez benne volt az emberekben. És ugyanakkor pedig a Magyar Kommunista Párt, amely tisztában volt azzal, hogy rendkívüli nyomor és infláció várható, ezt a felelősséget a feketézőkre és a spekulánsokra akarta hárítani, tehát magyarán szólva egy olyan nem annyira nyílt, mint az előző korszakban, de egy rendkívül intenzív, burkolt antiszemitizmus volt a kommunista párton belül. És ez a választási kampányban is nyilvánvaló. Biztos, hogy így van, hogy tudatosan kódolt beszédnek tekintjük a sorainkban, van az ellenség, meg a stb. Kommunista. Ezek csak a népben támasztják fel az antiszemita érzéseket, és ők a közvélemény azonosítja a sorainkban megbúvó ellenséget a zsidóval. Nem maga nem. A... Nem, hát adott esetben például van az a plakátja a Magyar Kommunista Pártnak, amelyiknek az a aláírás, hogy lakat alá a feketézőkkel. Igen. Ez a lakat alá a feketézőkkel, nézd meg ezt a rajzot, egy hatalmas, kampós, orrú kapitalistát ábrázol. Azt is érdemes ehhez hozzátenni, hogy ez a feketézők kifejezés, ez azért már az első világháború végétől fogva nagyon erősen a zsidókhoz kötött. Teljesen így van. Szinonima volt. De hadd mondjak el egy konkrét példát. 1946. május 21-én a reggeli órákban van a nevezetes kumadarasi pogrom. Igen. A kumadarasi ügy az egyik leghíresebb história 45 után. És amikor kitör ez a verekedés, ami hát ugye pogromhoz vezet, akkor a piacon egyrészt azt kiabálják az asszonyok, mert jellemző módon az asszonyok kezdik a verekedést, de hát a férfiak buzdítják erre őket, hogy azt mondja, hogy elraboltátok a gyerekeket, gyerekkolbász, és árdrágítók. És árdrágítók, mert hogy tudnélik, ez volt a hagyományos, a spekuláns, a feketézű, az árdrágító. Ez volt a zsidónak a szinonimája 45-46-ban, és ez a kommunista pártnak a propagandája volt. Különben ne haragudjatok, csak megnéztem közben, igen. És akkor ez egy olyan adat, amit még nem hivatalosan nem jelentetett meg a Tettésvédelem Alapítvány, de 2019-es adatfelvétel szerint, csak mondok nektek egy pár megdöbbentő számot, hogy azért még az antijutaizmusnak is milyen szerepe van a mai napig a magyar társadalomban, és akkor ez valószínűleg a 40-es évek végén még inkább így lehetett, csak így a Vérvádra visszautalva. Tehát Magyarországon a lakosság 30%-a gondolja azt, hogy a mai napig a Jézus Krisztus keresztre feszítése az egy megbocsátatatlan bűne a zsidóknak. 30%? 30%-a. Vagy ebben például, hogy a... Meglehetősen izgalmas a szám, amit mondasz. 24% gondolja azt, hogy a zsidók szenvedései az egy isteni büntetés. És nem gondolod-e, ha már szóba hoztad ezt a nagyon kemény számot, hogy ebben oroszlán szerepe van a vallásos lakosságon belül az egyházi tanításnak, amely előszeretettel a zsidók bűnösségét, Jézus haláláért vállalt, vagy viselt felelősségét tanította nagyon sokáig, és a mai napig tanítja számos helyen, annak ellenére, hogy ugye a pápa már réges-régen ezt meghaladta. Azt nem ebben tudjuk, nagyon hogy... nagy szerepe lehet, mert mi tartja fönt ezt a képzetet, ha nem a vallási tanítás? Hát, ugye ezzel kapcsolatban, aztán nem akarom elvenni a szót a Jánostól, de kíváncsi vagyok, hogy ő mit gondol erről. Én csak empirikus tapasztalatokat tudok mondani. Jó. Hát egyrészt az, hogy hogy a mai napig ezt tanítják, vagy hogy tanítják, azt ugye sem teljesen én nem tudjuk. Erről hát, vannak erre nagyon jó példák, amelyek nyilvánosságban... Példák vannak, csak úgy értem, hogy tudományos kutatás erről nincs, de az én empirikus tapasztalatom az ezzel nagyon ellent mond. Az én empirikus tapasztalatom az, hogy azok, én viszonylag
sok, mondjuk évi 15-20 alkalommal megyek el középiskolákba, zsidóságról, antiszemitizmusról, stb. Beszélni, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyházi fenntartású középiskolákban sokkal pozitívabb tapasztalataim vannak, mint az állami iskolákban. Egyszerűen azért, mert legalább az a minimum közös pont megvan, hogy mert tanulják a Bibliát, ezért legalább valami fogalmuk van a zsidóságról. Az nyilván... Jó, iskolai körülmények között nem kétséges, hogy így van, és nagyon magas szintűek. Te most a prédikációra gondolsz? Igen, én a templomi prédikációra gondolok, és arra a hagyományra, ami szájhagyomány útján terjed ezekben a templomba járó körökben, és őrzik évszázadok óta a zsidó bűnről szóló történeteket. De tényleg elvettük a szót a Jánoskodon, kettő percet hírekig, bocsánat, vissza. Hadd valamit, mert ez kicsit a könyvnek a történetére is, az én könyvem történetéről is elárul sok mindent. 1946. július végén és augusztus elején egy szörnyű kettős lincselés zajlott le Miskolcon. Igen. Miskolcon, amelynek az áldozatai először két zsidó malomtulajdonos volt, majd 48 óra múlva szintén meglincselték, szörnyű módon megöltek egy kommunista rendőrt, aki mit tesz Isten, szintén zsidó származású. Ráadásul ezt az egész tüntetést, Miskolc a legnagyobb magyar, második legnagyobb magyar iparváros volt akkoriban, a kommunista párt szervezte, effektíve, annyira, hogy ők voltak azok, akik a szó legszorosabb értelemben oda lökték a tömeg elé az áldozatokat, akiket meg kell lincselni. És én akkor, mivel én erről 1986-ban egy tanulmányban értesültem, hogy itt mi van, úgy gondoltam, hogy én lemegyek Miskolcra, és interjúkat készítek. És mit lesz Isten? Ez megvalósult. Sikerült megtalálnom a pogromoknak a résztvevőit, mindazokat, akik részt vettek és szervezték a tüntetéseket, minden egyebet. Ezt a történetet olyan mértékig elhallgatták, mert hát ez tényleg egy olyan lincselés volt, ami Magyarországon még abszolút ritka, nem nagyon fordult elő, és zsidók voltak az áldozatok, és antiszemita pogrom hangulat uralkodott akkoriban Miskolcon, és semmi, de semmi forrás, más forrás erről nem volt. Itt tartunk egy pici szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után Pelle János történésszel és Köves Nomóval folytatjuk, várjuk vissza önöket. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Vérvált hisztéria, népítélet, zsidókérdés Magyarországon 1945-46-ban, ez a címe Pelle János történész legújabb munkájának, ami hamarosan napvilágot lát, és amiről a hírek előtt már elkezdtünk beszélgetni a szerzővel és Köves Rabbival, aki a könyv előszavát is írta, és ott tartottunk, hogy János, felelevenítetted azt a miskolci pogromot, ami 1946 májusában volt, pontosan? 46. július 30-án és augusztus 1-én egy kettős lincselés és pogrom volt. Kettős lincselés, ahol a kommunisták által szervezett tüntetésen két zsidót, iparost, és aztán később... Nem, ezek malomtulajdonosok. Malomtulajdonosok, és később egy zsidó származású rendőrt lincselés. Rendőrt. Húztak fel a lámpavasra, és azt mondtad, hogy 1986-ban visszamentél kutatni, hogy milyen emlékei vannak, és még a tüntetés szervezőivel is tudtál beszélni, de nem respektálták a munkádat, nem közölték, és az elhallgatás továbbra is maradt elhallgatás, de azért én már az rendszerváltás után több helyen olvastam részleteket erről a programról, tehát olyan nagy titok már azért mégse övezte, szerintem. Az, hogy volt, az egy kérdés. Az Igen. Már nem volt titok. Hiszen a Varga F. János volt az első, aki egy tanulmányt közölt erről 87-ben, és ezt aztán még újra le is közölték. De valójában, mert hát voltak egyéb forrásközlések is, most nem akarok nevesíteni embereket, főként dokumentumokat, de ezek főként kommunista pártdokumentumok voltak, amelyek teljesen dezorientáltak mindenkit. Tehát itt meg kellett kérdezni az embereket, hogy mi volt, és miért tették azt, amit tettek, és mi volt a háttérben. És ismétlem, sikerült lényegében véve körülbelül 8-10 embert találni, többek között azt a koronatanút, akit a második lincselésben szintén meg akartak ölni, mert hogy nem a lámpavasra
húzták fel ezeket a nyomorultakat, hanem nyakuknál fogva egy strafkocsi után kötötték, és úgy fulladtak meg, miközben ütlegelték őket, és kiszúrták a legalábbis az első lincselésnél ennek a szerencsétlen Jungreisnek a szemét még botokkal, meg hasonló. Szóval egészen horrorisztikus dolgok voltak. Semmi, az, hogy volt ilyen, Rózsa, illetve Péter, te ezt erről olvashattál, de az, hogy ez valójában hogy zajlott, mi zajlott, hogyan nézett ki ennek a 48 órának, vagy 3 napnak a története, erről semmit, mert a legmélyebb hallgatás volt, és a tetteseket még 47 januárjában Rákosiék által, hogy is mondjam, vezényelt vagy dominált bíróság ítélethozatal nélkül szabadon engedte. Úgyhogy sem felelősségre vonás nem történt a gyilkosságok miatt, sem azt nem írták meg, hogy mi történt. Semmit nem írtak meg. Én dolgoztam ezt fel, és amikor annak idején megpróbáltam különböző helyekre elvinni, érthető módon először baloldali folyóiratoknál kezdtem a pályafutásomat, tehát gondolok itt a Mozgó Világtól kezdve a Kritikáig, és mindenhova bevittem. Mindenki azt mondta, hogy ez hihetetlen, ez szörnyű, de ne haragudj, nem tudjuk közölni. Ez volt az alapja, és aztán megjelent a valóságban, és mivel akkor már a valóság tulajdonost váltott, emlékeznek talán még arra, hogy akkor lett a Tőkinszky László a főszerkesztő, ő egyből lehozta, de azt viszont megbojkottálták, úgyhogy semmilyen visszhang nem volt. És a könyvnek sem természetesen, a 95-ös kötetnek, de hát ez egy sokkal jobb, átdolgozott, kiegészített, olyan kötetről van szó, amelyik egységben mutatja ezt az egész 45-46-os időszakot, és többek között a kaposvári ügyet teljesen újonnan sikerült feltárnom. Ha érdekli a hallgatókat, szívesen elmesélem, hogy mi zajlott Kaposváron. Hát szerintem nagyon is, mert ugye az első részben említetted a szegvári vérvádügyet, ami megdöbbentő ügye. Hát az is valamikor, mikor is volt pontosan? Az 48 pünkösdjén volt. Igen, de még azt megelőzően 46 márciusában a kommunista párt által megszervezett szegény parasztok, akiknek jó része egyébként azelőtt nyilas volt, elkergették a zsidókat a Mindszentről is, meg Szegváról is. Eléggé nagy tüntetések és demonstrációk révén. És aki mégis visszamaradt, ez a Klein család, ez ellen emelték a vérvádat 46 pünkösdjén. 48 akkor 12 éves Kovalcsik Margittal később tudtál interjút készíteni. Nem, ez a Seres Margit volt Hajdunánáson. A Kovalcsik Margitot megölték. Máig nem tudni, hogy ki ölte meg. Aha, ja, értem. Mert ez egy titokzatos haláleset volt. Kifogták a Tiszából, de ilyen értem. Kicsit úgy, mint a Solymosi Eszter, de a Solymosi Eszter holttestével kapcsolatban kétségek merültek fel, de a Kovalcsik Margit szegény fiatal menyasszonynak semmi kétsége nem volt, hogy őt fogták ki, őt találták. Igen, neki a bicikliét találták meg, aztán jóval távolabb, és a boncolás megállapította, hogy már azelőtt halott volt, hogy vízbe dobták. Igen, ezt írtad. Azért keveredett. Hát valószínűleg egy szexuális indítatású gyilkosság történt, de a rendőrség olyan dilettáns volt, tehát egy volt vasmunkás vezette a nyomozást, hogy semmit nem tudtak, nem tudták rögzíteni a nyomokat, semmit. János, szerintem rögzítsük a hallgatók számára és számunkra is, hogy akkor pontosan hány ilyen antiszemita kilengés vagy vérvád volt közvetlenül a holokauszt után, mondjuk 45 és 48 között? Vegyük csak őket sorba, hát, csak azért, hogy... Csak a 45 utáni történetekből a következő szerepel a könyvben. A kaposvári ügy, az részletesen egy egész fejezetben tárgyalom. Igen, és erre majd térjük akkor rá. Hajdúszoboszló, Budapesten a Teleki tér, amelyik egy lincselési kísérlethez is vezetett, egy nagyon komoly hisztériával társult, akkor a természetesen a kunmadaras ügy, amit ebből következett, mert a Budapestről származó hírek érkeztek le, és szóródtak szét az egész országban. Na most sok egyéb helyről, Komló, szóval sok helyről teszek
említést, és hát végül is ez a bizonyos miskolci ügyben is nagyon nagy szerepe volt a, ezeknek a vérvádas hiedelmeknek, de nem azt állítom egy pillanatra sem, hogy, hogy ez volt a fő motivum. A fő motivum az volt, hogy a kommunisták megszervezték ezt a feketézők elleni tüntetést. Már Miskolcon ez volt a fő motivum. Miskolcon ez volt a kiváltó. Ez hozta mellesleg még a vérvádat itt is fel. És a többi helyen, beszéljünk egy kicsit a motivációkról, azt szerintem, hogy a többi helyen hogyan értékelted, hogy mennyire volt szerepe a kommunista pártnak a ezekben a kialakult hisztériákban és lincselés kísérletekben? Igen. Itt ez egy közvetlen és közvetett felelősségről beszélhetünk. Csak egyébként mindezt a nemzetgyűlésben is a kisgazdaképviselők kifejezetten érintették, idézem is a könyvemben a nemzetgyűlési naplónak azokat a megfelelő passzusait, amelyben ők ezt fel is vetették. A Drózdi Győző, aki egy kiváló ember volt Kunmadaras után, a kommunistákat tette felelőssé. És hát nem beszélve a miskolci ügyről, ami a legmélyebb hallgatás övezte, de a parlamentben, a nemzetgyűlési naplóban, nemzetgyűlésben elhangzott egy pourparlé, és a Rajknak, mert ő volt a belügyminiszter, a lemondást is követették ebben az ügyben. Már a kisgazda képviselők voltak azok, akik ezt a kommunisták személyre vetették. Pontosan. Tehát okkal még hozzá, de hát erről egy szót nem írtak a korabeli lapok, csak a nemzetgyűlési naplóból lehetett megtalálni. Itt, amit akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, és akkor kicsit a motivációkban még mélyüljünk el, már a kommunista párt korai szervezkedés, háború utáni szervezkedésének a motivációban. Szóval itt van egy ellentétes irány, és ebben kérnélek, hogy segíts nekünk rendet rakni. Az egyik az, hogy egy pár hónappal ezelőtt itt volt ebben a műsorban vendégünk Kovács András professzor, akinek ugyancsak megjelent egy könyve, azt hiszem az a cím, hogy zsidó kérdés a Kádár korszakban. Igen. Nem, a Kádár rendszer és a zsidók, ez a cím. Igen, egy korábbi tanulmánynak volt az a cím, hogy zsidó politika a Kádár korszakban. És ugye ő a műsorban és meg a könyvben is tulajdonképpen azt vezeti le, hogy ugye a keleti blokkban az 50-es évektől a zsidótalanítás az egy központi utasítás volt, aztán egy újabb ráerősítés a hatnapos háború után, hogy Magyarország abban volt más, mint mondjuk akár Csehország, vagy Lengyelország, hogy ebben azért a Kádár rendszer egy kicsit visszafogta magát, tehát hogy úgy csak nagyon finom kesztyűs kézzel bánt, és intézte ezt az ügyet. Azért, nem azért, mert annyira bármilyen szentimentális megfontolásban, hanem azért, mert egyszerűen azt gondolta, hogy a zsidók olyan tömegben vannak Magyarországon, és olyan nagy a befolyásuk társadalminak, hogy ez visszaüthet. Ezzel szemben a háború után közvetlenül, amikor a kommunista párt még nem volt teljhatalomban, nekem az a benyomásom, de lehet, hogy valamit félreértek, az a benyomásom, hogy a kommunisták kifejezetten akartak ezzel a kártyával játszani. Az egyik oldalról ránehezettek, ráléptek arra az idegvégződésre, hogy a holokauszt miatt volt egy felelősségi kérdés, és volt egy lelkiismeretfordulás. A másik oldalról viszont le akarták magukra rázni Rákosiék azt, hogy ők egy tulajdonképpen zsidó képződmény, és azért egy kicsit ők is játszottak ezzel az antiszemita kártyával. Szóval a két dolog hogyan ér össze? Mesélek az utóbbiről, de hadd mondjak egy kis adalékot a Kádár rendszer zsidó politikájához. Hogy tudnék, nekem az én nagybátyám, az édesanyámnak a testvére volt a Tabi László, a Ludas Matyi főszerkesztője. És 67-ben bement a pártközpontba, és megmondta, hogy abban az esetben, hogyha arra akarják kényszeríteni, hogy antiszemita, vagy zsidó ellenes, vagy izrael ellenes karikatúrát közöljön, akkor ő azon nyomban lemond. És elfogadták, és maradt főszerkesztő. Uh-huh. Ez egy érdekes. Szóval ki lehetett állni. Ezzel szemben éppen ma hallottam egy érdekes kis anekdotát, hogy a hatnapos háború után, amikor az új életbe, a hitközségi labba, a pészaki ünnepre, a Grossberg, nem emlékszem, mi volt a személy neve, nevű rabbi, egy teljesen szakrális jellegű írást akart megjelentetni, meg valami az volt a cím, hogy kivonulunk Egyiptomból, a bibliai Egyiptomra gondolva, akkor letiltották az alapot. Hát igen, sok változatot. Na ennyit a Kádár rendszerről, de az előbb a 45-46-ról kérdeztél. Hát az alapvető probléma az volt, hogy a
Magyar Kommunista Pártnak nem volt bázisa. És kifejezetten az oroszok képződménye, vagy a Szovjetunió ügynökeinek tartották őket, nem is teljesen alaptalan. És lényegében véve, hogy mivel nyomasztó káderhiányban szenvedtek, azokat a zsidó, főként azokat a munkaszolgálatosokat, akik hazatértek a munkaszolgálatból, és arra jöttek haza, hogy a családjukat deportálták, és nincs már senkiük, nyerték meg maguknak, és ezért például az államvédelmi, a politikai rendőrségen rengeteg zsidó szolgált, akkor a népbíróság, népügyészség kötelékében nagyon sok zsidó volt. Tehát bizonyos értelemben véve a tömegek ezt az egész új rendszert, ami akkor még nem is volt egy kiépült népi demokrácia, ahogy ezt így mondták, hanem még egy koalíciós rendszer volt, de a kommunista párt abszolút dominanciájával, ezt egy ilyen zsidó rendszernek tartott. Hát egyfelől igen, itt a népi demokrácia korszakáról beszélünk, amit Balogh Sándor nagyon jól feldolgozott, de azért tegyünk hozzá a másik oldalról annyit, János, hogy ugyanez a kommunista rezsim épülő félben előszeretettel vette fel a kis nyilasokat soraiban. Tehát így van. Vannak és emberek, és ez egy nagyon furcsa, a nép lélekre építő politikai építkezés volt, hogy így is lehetne mondani, bocsánat, tehát hogy arra számított, hogy a nép lelkékben, a ősidők ott vannak az antiszemita elemek, ami Török Ferencnek az 1945 című filmje, a Szántó Té Gábor novellája alapján készült filmje, mutat be magyarul, az emberekben ott van mélyen valami, jön bármelyik politikai erő, és ha ezt akarja meglovagolni, rögtön tömegbázisa lesz. Igen, és a kommunisták erre építettek. És hát lényegében véve ez a kettőség, tehát hogy zsidók voltak adott esetben, hát a négyes fogat is zsidó származásból, hát a Rákosi, Révai, Farkas, ki is volt a negyedik? A Péter Gábort szokták említeni negyediknek? Ő is természetesen zsidó származású volt. Úgyhogy zsidók voltak a vezetés csúcsán, a zsidó származású emberek, akik magukat nem tartották zsidónak, és ugyanezek az emberek egyértelműen uszítottak még, ha burkoltan is a zsidók ellen. Ez az ellentmondás olyan feszültséget generált a társadalomban, hogy egyebek között vérvádak formájában is kirobbant, és tegyük hozzá még az inflációt, a nyomort, az önkényeskedések, szovjetek garázdálkodásait, és még sok minden más. Akkor még egyet tovább léphetünk, mert akkor ugyanerre a rugóra működött a kulákpereknek a mechanizmusa, ahol aztán nem rasszista alapon, hanem már ugye osztályellenség alapján határozták meg az ellenséget, és elkezdték meg ezeket a koncepciós pereket. Tehát a mechanizmus teljesen azonos, nem mindig egy adott kiválasztott népcsoportról, hanem mondjuk egy társadalmi csoportról is lehet szó. Igen, de adott esetben a kulák ellenesség, vagy a kapitalizmus ellenesség, az nem volt olyan, nem gyökerezett olyan mélyen a néplélekben, mint az antiszemitizmus. Ezért aztán például nem tudom, olvastál-e ilyen kitelepítetteknek a visszaemlékezését, általában véve ezek a kulákok, akiket a kitelepítettekkel, budapesti kitelepítettekkel büntettek, ezek kifejezetten igen gyakran nagyon barátságosan fogadták ezeket a Pestről leküldött embereket. Csak el kell olvasni Eszterházi ide vonatkozó művét, hogy doktor úrnak hívják, ugye tisztelik az Eszterházi. Nem volt ez ugyanaz, nem volt ugyanez ez a dolog. Ők ezt megpróbálták a kommunisták tényleg a végletekig manipulálni, de ez az egész dolog, számukra is nyilvánvaló volt, hogy ezekkel a zsidó ügyekkel, hogy is mondjam, a körmükre ég, és ezt nem szabad csinálni. Ezért azután, éppen a miskolci lincselések után leálltak vele. Ezért a könyvem is befejeződik ekkor vele. Tehát és azt gondolod különben, hogy bár ezt nehéz valószínűleg a dokumentum hiányában megmondani, de azt gondolod, hogy ez a lincselés ijesztő hatása volt, hogy aztán átléptünk egy határt? Hát pontosan. És az, hogy ha szabad ezt mondanom, politikailag kontraproduktív. Egyébként nagyon érdekes, mert volt egy ilyen
volt egy ilyen szovjet NKDV-s ügynök is Miskolcon, és írt egy jelentést a Kremlben a miskolci eseményekről. Tehát ez egyáltalán nem és volt ez egy jelentés. Van? Ezt a jelentést megtaláltad? Közlöm. Nem láttam. De közlöm benne, lehet, hogy akkor abban a változatban még nem volt benne. Ez a Szakács Cinner könyv idézi, és annak alapján idézem én is be. Mert ez nagyon, nagyon komolyan, hogy is mondjam, tanulságot szolgált, és ekkortól kezdve ezzel a fajta politikai propagandával le is álltak. Annál is inkább leállhattak vele, mert éppen 46 őszére derült ki, hogy hát itt még egyszer olyan választás nem lesz, ahol tisztességesen számolják a szavazatokat. Tehát nem volt értelme már ezt tovább csinálni. Nem kell tömegbázist építeni ezekkel az anyagokkal. Így van. Jól értem. Tehát akkor lehet ezt a totalitárius módszert alkalmazni, mint a Szovjetunióban. Azt is alkalmazták. Hazafias Népfront, és akkor az szépen felszámolt, vagy Nemzeti Népfront, vagy hogy hívták, felszámolt minden pártot, és kész. Igen, hát ez a szalámizás, igen, ami akkor megtörtént. És akkor a tömegeket ugyanúgy ki lehetett vezényelni, immáron más, nem önként, hanem kivezényelve. És egy nagyon, hogy, nagyon picit még a hátralévő időben, és szeretném, hogy a Slomóval arról is beszélnénk, jó. Hogy maga a vérvád, mint történet, oly mértékben abszurd, és olyan mértékben a zsidóságtól idegen bűnről beszél, hogy évszázadokon keresztül ezt az ellentmondást sem hajlandó a közvélemény tudomásul venni, hogy már abóvó a vérvád azért is hülyeség, nem létező dolog, magyarul, hogy keresztény gyerekek vérét csorgatják a zsidók a pászkába, hogy a pészaki részénél, stb. Hogy ha valamilyen népcsoportnál, akkor a zsidóságban a kóserság minden vérfogyasztását, vérrel kapcsolatos ételfogyasztását szigorúan tiltja több ezer éve. Rituális gyilkosságot, ugye a Biblia egyik legdrámaibb története, a Tóra a legdrámaibb története, Ábrahám és Izsák története írja le, hogy mennyire kezdetektől fogva elutasítja. Mégpedig? Tehát ezt akarnám... Hát ugye a történet, ami arról szól, hogy egy olyan időszakban, amikor a gyermekáldozás, az emberáldozat, az egy bevett pogány szokás volt, Isten úgymond próbára teszi Ábrámot, de rögtön le is fekteti, hogy nincs szükségem, és nem akarom ezt a fajta áldozást, ugye azt, hogy Izsákot a fiát feláldozza. Eddig már elvitte, ugye a... Már ő készen lett volna erre, de Isten vissza... Az utolsó pillanatban csak meg akarja. Ez egy olyan része a Tórának, és hát ilyen értelme közös a keresztény zsidó Bibliában, amelyet mi zsidók minden reggel az ima részeként felolvassunk, tehát emlékeztetjük magunkat arra, hogy ilyesminek nincs helye. Különben nem tudja a kérdésedet, befejezted-e, de hogy én azt a megdöbbentő élményemet szerettem volna még megosztani veletek így és ez tulajdonképpen egy jó bevezetése is a válasznak a kérdésedre, ami egy pár évvel ezelőtt történt, amikor emlékeztek, hát önmagában megdöbbentő volt, amikor a Jobbik egyik képviselője, parlamenti képviselő, nem emlékszem a nevére, a parlamentben egy késő esti ülésen arról lamentált, hogy a tulajdonképpen a mai napig nem volt bebizonyítva, hogy a tiszesztári gyilkosok. Igen. Hát, mély pont a magyar politika történetnek. Igen. És hát ugye akkor sokan mások, mert én is a tiltakozásomnak adtam hangot, és az elszörnyedésemnek, hogy lehet 2010-ben egy ilyet Magyarországon a parlamentben. És ott nem sokkal utána volt egy beszélgetésem, egy nem egyáltalán nem ellenséges, mondjuk középvezetői szintű politikussal, állami beosztottal, és ott ugye a beszélgetés kezdete egész másról volt. Szóval a beszélgetés kezdetén én valahogy ez szóba került, hogy hát ez tényleg mennyire abszurd, és hogy ez mennyire elfogadhatatlan. És valahogy egyszer csak azt mondta ez az illető, amit nem akartam visszakérdezni, mert nem hittem a fülemnek. Hát igen, hát ez egy olyan dolog, mint ami nálunk keresztényeknél a papoknak az erkölcstelensége, vagy pedofiliája. Hát ezt nem illik bolygatni. És egyszerűen ledöbbentem, hogy egy olyan emberről beszélünk, nyilván nem szeretném nevén nevezni, de egy olyan emberről beszélünk, aki meggyőződésem, hogy nem antiszemita,
kifejezetten még azt mondom, hogy barátságos, és egyáltalán nem zsidó hátterű, tehát semmifajta ilyen kapcsolata nincs, hanem kifejezetten katolikus hátterű, de kifejezetten barátságos, és csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez mennyire mélyen benne van a köztudatban, és egy kicsit az ember tanácstalan ilyenkor, hogy ezt egyáltalán ki lehet-e verni, ezt a 2000 éves konteót ki lehet-e verni az emberek fejéből. Nem nagyon lehet kiverni, viszont könnyű előhívni. Zsromó és Péter, hadd mondjak valamit, hogy azért, hogy egy kicsit optimistább hangot is hangoztassak ez ügyben. Nem tudom, tudjátok, hogy a 90-es években a Magyar Igazság és Élet pártja többször megpróbálkozott vérvádas ügyeknek a koholásával. És hát volt egy idő, amikor lejártak a Solymosi Eszter sírjához. Igen. Az is volt, de új ügyekkel is. Új ügyek is voltak? Hát persze, erről te nem tudsz talán, Slomo, mert lehet, hogy akkor nem voltál a 90-es években Magyarországon. Nem, akkor Franciaországban voltam, igen. Volt Körmenden egy gyermekgyilkosság, és voltak még Budapesten is ügyek, én ebben a könyvem első kiadásában talán túl sokat is foglalkoztam ezekkel. De mondjuk azért a magyar közvélemény és a magyar társadalom javára legyen mondva, nem keltette kis hangot. Tehát gyakorlatilag nem rezonált rá a társadalom. Mert azért most már azért talán ez a sok száz év, vagy sok ezer év, ez nem múlt el teljesen nyomtalanul, mégsem. Miközben abszurd előítéletek persze egyes emberekben megmaradtak. Igen, igen. Hát nyilván egy ilyen dolgot, én azt mondom, hogy nem lehet, és én örök optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy kell is azért tenni, és ahogy a Péter is mondta, a felvilágosítás és a zsidóság saját magának való, tehát a bemutatása, az ismeretterjesztés, arra, hogy mi is az, hogy zsidóság, minél kevésbé lehessen róla konteókat gyártani, az segít, csak nyilván ez nem megy egyik napról a másikra. Egyébként én mondom, hogy amire János utal a körmendi eset, ugye ez a táncos ügy néven ismert, gyermekgyilkosság, amivel kapcsolatban a nyomozás során valaki egy borzalmas tartalmú levelet juttatott el különböző helyekre. Így van. Ebben a zsidó maffiát teszi felelőssé, és a gyermekgyilkosságot rituális vérváccal illeti, de szerencsére ezt valóban nem kapják fel, de azért sajnos, ha rákeresek, hát elő-elő jönnek ennek emléke. Így van. Köszönöm szépen Pelle Jánosnak, a könyvszerzőjének, Vérvád hisztéria, népítélet, zsidó kérdés Magyarországon 1945 és 46-ban című munkaszerzőjét és Köves Lomónak. Köszönöm az önök figyelmét, minden jót kívánok. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.